dugjuk. Beletűrködjük. Nagyon picit bele kéne fújni ebbe a belsőbe, hogy alakja legyen. Legalábbis úgy szoktam, de most nem fújunk bele, mert ahogy érzem, ez így most nagyon jó kiadta. Itt a szelepnél belépünk a másik felébe is. Szépen körbe. Lehet, hogy a végére még itt is kelleni fog a vazelin. Ez a szappanos víz. Kicsipni a belsőt, már ez egy sima, vastag, nehéz belső, ami nem baj. Hát ezt azért érdekes, ne ezt bele léptetni. Húzzuk ide magunk felé. Ilyenkor jön az, hogy bármilyen hihetetlen egy csepp szappanos víz, az iszonyat sokat segít. Úgyhogy irány a fürdő, szappanér. Nem akarom szétszakítani. Mehet a szappanos módszer. Akkor most itt végig a peremét leszappanos vizezzük. Most annyira csúszik, hogy mindjárt eldobom. A másik peremét is, akkor már így legalább könnyebben a helyére is fog ugrani. Na most aztán csúszik, fogni kell rendesen. Még a kezem is. Ugye a black chili az még inkább pont, hogy tapad. Ha jól tudom. Már hogy nagyon tapad. És akkor talán mehetünk is visszaszenvedni. Most már szappanos vizes. Hát az ilyen. Elvesszük az eredeti pozíciót. Megáll ez itt, nem? Majd vesszük innét. Na. Hoho, csúszunk ám. Csúszik ám kifelé, befelé, mindenfelé csúszik. Most úgy csúszik. Jó éve, csúszik ez a gumi. Most meg túlságosan csúszunk. Na, nyomkodjuk bele ide a szelep mellé. Induljunk el körbe. Most jön el a nyálom. Most elméletileg. Csak most annyira csúszik a gumi, hogy nem tudom így magam felé sem meghúzni, mert az nem játék. Ezt a szívás. Mi lenne, fújnék a belsőbe egy picit, hogy pukkantsa már föl magát egy annyira, hogy valamennyire. De ahol itt lépek be, a túloldalon meg lép ki, és közben a belső meg lóg ki. De más esélye nincs. De nagyon pici levegőt adunk neki.
magától jó belső el akar bújni, nem akar itt kicsipődni annyira, talán. Most lehet, hogy kicsit túlfújtam. Ez a black chili, menj maga a helyére. És ez még csak az első, és hát a hátsó, de az egyik kerék, vagy első, második, úgy első. Ide lépett csak. Kicsíptük a belsőt, ez a nem jó. Hol van ez a kis műanyag? Na ez a hiba, amit még soha nem követtem el. Így ne rakj össze kereket. De mondjuk ez ugye picike. Montinál ez nem volt ennyire jellemző. Ott is. És megint fújok bele egy kicsit, hogy bújjon már el magától az a belső onnét. Hát miért vagy ott? Hol volt? Hol volt ez, hol nem volt, mert most még már nem látom. Itt. Mindegy, most megnézzük a szelektő körbe, haladva, hogy hol van. Kijebb a belső, mint kéne, de szerintem most elbújt. Ugye, mert ahogy fújtam bele a levegőt, följebb ment. Itt szappanosan is olyan hú de jó fogása van egyébként a kontinak. Azért itt a gumin is van ilyen ragya, itt a peremén, két helyen. De ugye ez mintha kézzel gyártott lenne, és akkor ez tényleg az. Nem olyan nagyon gépinek tűnik, nem olyan homogén a perem. Jó, van elbújt a belsőnk. Mindenütt. Mi az a nem homogén perem? Most tudom megmutatni soha többet. Keresek egyet. Hol volt az? Hol volt az a rész? Na, ilyeneket mondok. Hogy itt ilyen ragyás a gumi. Ez így többször van rajt. Itt. Mindegy. Kezdjünk el fújni vele egy kicsi levegőt, és akkor még egyszer nézzük meg, hogy a belső a... Most már ugye van valami kis formája. Ilyenkor körbe szoktam így nyomkodni, amíg lehet, hogy igazodjon. Még egy kis levegő. Igen. Addig, hogy még így bele tudjak nézni. Pont. És akkor még egyszer körbe nyomkodjuk a helyére. És végignézzük, hogy a belső mindenhol elbújt-e, mindenhol a peremet látom-e úgy. Ilyenkor a belsőnek be kellett bújni a gumiba, a helyére, hogy elméletileg nem tudod kicsipni, de azért ki tudod, ha akarod, nagyon. Jó, és ez a fele. Hát ez tökölős, na. De én inkább megnézem.